Tele drámával, tele humorral. Nem mindennapi csemege kerül színpadra Móricz regényeinek egy-egy részletével. B. Török Fruzsina dramaturg Naplószilánkok című estje másfél évvel ezelőtt annyira megtetszett Móricz Zsigmond unokájának, Kolosi Rékának, hogy egy újabb regényt ajánlott színpadra. Ez lett a Raboroszlán, melyet Koltai Róbert tovább gondolt. Csak a házaspárok dialógiaiból indulnánk ki, mert olyan döbbenetes dialógokat tudott írni a Móricz, és az volt az alapja az első darabnak, és akkor láttuk, hogy abból nem lesz egy egész színházi est, és akkor a Réka, a Kolosi Réka már mondta is, hogy akkor tegyük hozzá az asszony beleszólt. Ez látható az első felvonásban. Ebben Varga Dóra, Ilonka a szerelmes fiatal feleség szerepébe bújik, aki naphosszat csak várja az ő oknyobonzó riporter férjét. Ám a nehéz anyagi helyzetük és a sok külön töltött órák veszélybe sodorják házasságukat. Bár a regény az 1930-as években íródott, napjainkban is aktuális. Tulajdonképpen enni meg aludni jár haza, nagyjából ebből is van elege a feleségének, tehát ez ki is derül, és ez is érthető, ezzel is tudnak azonosulni a mai háziasszonyok, hogy a férj nagyon sokat dolgozik. De és mégis azt látjuk az egész darabban, nem akarok spoilerezni, ez ilyen divatos szó, lelőni mindent, de hogy hogyan oldódik meg az ő kis házas életük, és hogy jutnak el majd oda, hogy tovább lépnek. A második felvonás a Raboroszlán már jóval drámai beszekedéseket jelenít meg, de a humor végig jelen van. Vágrándi Aladár tanácsost Koltai Róbert alakítja, aki egyben a darab rendezője. Pont magát hívta párba, hogy én... Megengedni, hogy befejezzem a gondolatot. Fejezze be, tessék, arra várok, hát fejezze be. 18 év házasság után úgy tűnik, most feleségét, Júlukát az őrületbe kergeti a féltékenység. Olyan hallása van, hogy azt hall meg, amit ő akar, vagy amit gondol, ezért felnagyít bizonyos problémákat, hát most felnagyítja a féltékenységet. Ezt majd a nézőkre bízom, hogy döntsék el, hogy tényleg volt alapja, vagy nem, de Júlukának meggyőződése, hogy a férje megcsalja őt. A pénteki bemutatón a nézők Móricz Zsigmond magánéletébe is bepillantást nyerhetnek, hisz a történettel felesége öngyilkossága előtti házasságuk utolsó elkeseredett éveit írta le.